Ezt hívják úgy, hogy művészet, tanuljatok! És nézzétek meg ezeket a kifinomult íveket! Hát nem szórakozik, művész Robert! Picasso-s módszereket alkalmazok! Sziasztok, ennek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntelek titeket, és mindenkinek csodálatos napot szeretnék kívánni. Festőművész Robert megérkezett, és itt van az udvaron. Ugyanis most bármennyire is furcsa kimondani, de alkotni fogunk és festeni, márha ezt az egészet lehet annak nevezni. Szerintem már sok helyen láthattátok azt, hogy fellógatnak magasra egy vödröt, egy festékes vödröt, vagy esetleg egy festékes tubust, és azt belengetik, és így körbe-körbe elkezd forogni a vásznon, és rendes, jól kinéző alkotás lesz belőle, és tudjátok, úgy voltam vele, hogy hiába nem tudok festeni, hiába nem tudok rajzolni, ez még nekem is menne, hát miért is ne? És hát most ki fogjuk deríteni, hogy mi lesz ebből az egészből. Egyébként az alapkoncepció onnan jött, hogy hamarosan a stúdiómban lesz egy új háttér, és oda kellett egy festmény, és nem tetszett nekem egyik se, szóval arra gondoltam, hogy sokkal személyesebb készíteni egyet így közösen, videó keretein belül. Ja, és még mielőtt elfelejteném, végre valahára elérhetőek a saját márkás termékeim, a márkám neve nem más, mint a Firmitas. Ott van a link a leírásban, firmitas.hu. Vannak ott egyébként Sherlock Robertes termékek is. Na de gyertek is, megmutatom az eszközeinket, amikre szükségünk lesz ehhez a mutatványhoz. Itt is van elsősorban a vásznunk. Van itt rengeteg fekete temperánk, ugyanis először arra gondoltam, hogy az egészet lefestem full feketére, de azt végül elvetettem, ugyanis szerintem akkor túlságosan sötét lett volna. Van itt nekünk rózsaszín akrilfestékünk, citromsárga akrilfestékünk, kék akrilfestékünk, plusz van ilyen nagyon speckó, ugyanis ez foszforeszkáló. Hát én el vagyok ezzel a vászonnal, nem is kell kifesteni meg semmi. Na de jöjjön is akkor a hatalmas nagy ASMR vászonbontásunk. Hú, nagyon remélem, hogy nem hasítottam fel, de szerencsére nem. Annyira bírom ezeket szép szaggatni, szóval nem is ollóval vágom tovább. Érezni kell ezt. Egyébként arra még nem jöttem rá, hogy ez vajon micsoda, ugyanis még életemben nem vásároltam egy vásznat sem, hát érthető okokból, mivel nem tudok festeni, de úgy tűnik nekem, hogy ezeket ide a sarkokra kell helyezni, talán azért, hogy stabilabban tartsa ez az egész, de hát erre most szerintem nem lesz nekünk szükségünk. Miközben szenvedek ezzel az egésszel, nyugodtan fejed szét azt a like gombot. Ott is van, ezeket majd a végén összeszedjük. Lehetséges, hogy nem volt túl jó ötlet mindent az asztalra rakni, ugyanis ezektől nem tudom pontosan középre helyezni, szóval most egy kicsikét arrébb rakom őket. Nehogy a végén pont ezen múljon, tudjátok. És akkor szerintem nagyjából így lesz talán a közepén, mérnöki precizitás ez. Ja, vettem egyébként egy ecsetet, meg egy ilyen hengert is. Lehetséges, ezeket nem is fogjuk használni. Mármint Picasso Robert ezeket is használni fogja, ne aggódjatok. Már egy bogár megszállta a vásztunkat. Most azon gondolkozok, hogy vajon összenyomja-e itt, és az is a művünk része legyen, de nem. Minél tovább nézem ezt a kampót, annál jobban a fejemben van egy nagyon, de nagyon lusta ötlet, hogy nem kötöm ezt így fel, hanem csak mondom, csak, fú, ide rakom, és így belengetem, mindenhova menne a festék, csak a vásznunkra nem, szóval fel fogjuk ezt lógatni. Ezt a hurkot egyébként még a tengerészetben tanultam annó 80-ban. Annyira nem tudok csobot kötni amúgy. Kicsikét instabil ez a szerkezet, de ne is foglalkozzunk vele, az csak emelni fogja a művünknek az értékét. Egyébként durvabba belegondolni, hogy ilyen alkotásból egyetlen egy darab lesz az egész világon. Kicentizzük, itt lesz a tökéletes pont, szóval elvágom kb. Itt. Ezt a fóliát teljesen levegyem-e róla, vagy pedig csak szúrjam ki egy picikét,
Ugyanis félek, hogyha teljesen leveszem, és ezt kinyitom, akkor túl sok festék fog jönni. Megpróbáljuk ezt ollóval, hogyha nem jól sül el, akkor a következő, ott is van a színe, akkor a következő festékünket majd tűvel fogom kiszúrni, de abban nem gondoltam bele, hogy kéne valami lap, amivel majd el tudom venni, miután már nem szeretném, hogy végig folyjon. Ki is nyitom, és jöjjön el végre az igazság pillanata. Léci, legyél jó! Ha-ho! Festék! Nem már! Olyan festéket vettem, ami nem folyik kellőképpen? Várjatok, azért bepörgetem, és nézzük meg, hogy valamennyi folyik-e a vásztunkra, de sajnálatos módon nem, szóval gondolom, hogy ezt fel kéne higítanunk. Egyáltalán nem akar folyni nekünk, ugyanis hoppá, hoppá, meg is van az első festékvonás a festményünkben. Hajjaj, csöppenni akart, ott is van, már kettő darab pöttyünk is van, de érted, itt úgy néz ki, mintha rendes folyós lenne, de mégse akar. Na várj, mi van akkor, ha én így elkezdem pörgetni? Nem jó, higítanunk kell, szóval most megpróbáljuk higítani. Mindjárt vissza is térünk. Közben már egyébként kezd feltámadni a szél, de ki is találtuk, hogy mi legyen a B opciónk. Van nekünk itt egy festékkeverő poharunk, sőt nem is egy, hanem rengeteg, illetve egy ilyen fellógatandó poharunk. És most az akril festéket fel fogjuk higítani vízzel, és akkor így már csak fog folyni. Jó, szerintem ennyi festék bőven elég. Én nagyon epikusan akartam beleönteni, sőt, lehet sokat is öntöttem bele. Hoztam egy szalvétát, majd hogyha meg kell állítani a folyást, ugyanis nagyon, de nagyon remélem, hogy folyni fog, na de öntöm is. Aha! Belengetem. Hát... hát ez bárhogy nézem, nem így folyamatosan folyik, hanem csak csöpög. De ez se rossz amúgy, nem rossz ez, csak nagyon, de nagyon nem olyan, mint azokban a videókban. Szóval valamit eléggé elrontottunk. Na de mi van akkor, hogyha én így elkezdem pörgetni, hát lehetséges, hogy sokkal, aha, sokkal nagyobb lyukat kellett volna vágni a pohárra, szóval szerintem meg is állítom ezt a folyást. Szóval akkor ezen a poháron kétszer akkora lyuk lesz, de kicsikét el is repett, de az még jobban csak segíteni fogja a munkánkat. Reméljük. Na, ha ezen nem kezd folyamatosan folyni, akkor semmin. De szerintem ennek működnie kell, ugyanis ez olyan híg, mintha valami üdítő lenne. Aha! Hát figyelj, ez már folyik! Csak túl sok a festék! Na várjál, várjál, várjál! Ezt elveszem innen, az alkotásunkat pedig döntöm, és így is folyatom a festéket. Figyelj oda! Ezt hívják úgy, hogy művészet, tanuljatok! Azaz... És nézzétek meg ezeket a kifinomult íveket! Hát nem szórakozik művész Robert? Kicsit még oda folyattunk, hopp hopp! A pohár alját megpróbálom most lefogni, hogy instant, amikor beleöntöm, ne csurogjon az összes festék rá a vászonra. Szóval lehetséges, hogy így a végére sajátítom el teljesen ezt a technikát. Hát... cseppekbe folyik ez is. Várjál, még egy pörgetés. Pedig nagyon híg egyébként. Sőt, figyeljetek oda! Ebből az oldalból is bepörgetem. Úgyni.
Értitek? Ennyire folyik a festék, és nem akar a pohárból lefolyni, szóval most elővettem. Imádnak egyszerűen engem a szülők. Szóval most elővettem a kis ecsetemet, és ilyen... Most pedig lefolyik. Persze, Picasso-s módszereket alkalmazok. Ez nem ilyen körbefolyatós festmény lesz akkor, hanem ilyen pöttyös. De legalább ez is kellően absztrakt. Érzéssel kell csinálni ezt az egészet. Az ennek a kulcsa, amúgy lehet, hogy nem lett volna hülye ötlet megvárni, hogy megszáradjon az előző festékréteg, de sietnünk kell, ugyanis lassan teljesen be fog sötétedni. Az utolsó színes festékünk, de szerintem ezt én már csak érzéssel fogom. Mondjuk ígyni. Ez full olyan amúgy, mint a mustárt nyomtam volna rá. Lehetséges, hogy a végén még ketchupot is rakunk rá, nem? Nem fogunk. Bármennyire is jó ötletnek tűnt így elsőre, de nem. Ez amúgy ilyen durva 3D-s lesz, csak mondom. Remélem, hogy ez majd, ha megszárad, nem fog róla leperegni. De mivel nekem nagyon tetszett ez a rózsaszín festék, így úgy gondoltam, hogy öntök még rá egy keveset. Hát itt vannak a köralakok, miről beszélünk? Majdnem olyan, mint a trend videókban. Ja? Hogy kicsit sem hasonlít. De ez az én művészi stílusom alapján készült. Vagy valami ilyesmit kéne mondani, hogyha hatalmas nagy festő lennék, tudjátok. Most még megspékeljük még több érzelemmel. Ugyanis ez a kulcsa az egésznek, az érzelem. Azaz. Éreztétek az érzelmet? Még egy kis érzelem. Ott is van. Ide a sarkára is. Na de ha már vettem ilyen nagyon menő hengereket, akkor kötelességem használni is. Mondjuk itt. Hajjaj! Megbolondítja ez az egészet, figyelj oda! Ezt is érzéssel kell itt. Kicsikét meg kell csavarni. Itt kell egy kicsikét hengerezni. És szerintem kész is vagyunk. Várjatok csak még ott. Itt nem jó a kompozíció. Na de most már tökéletes lett. Teljesen készen van a műalkotásom, nem tudom, hogy ezt mennyire emelhetem fel. Várjál, még kicsit ott lefolyatjuk. Azaz. Nagyon, de nagyon remélem, hogy tetszik nektek az alkotásom, és hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha... Esznek a szúnyogok! Hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot, mindenféleképpen jöhet lentre a komment szekcióba, hogyha meglátnátok egy licitáláson ezt a remek művet, mennyit adnátok érte? Hát szerintem olyan laza 1-2 millió eurót bőven megér, hülyének is megéri, ne vicceljetek. A Facebook, illetve az Instagram oldalam ott van lent a leírásban, hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, és akkor értesülni fogsz a legeslegújabb videóimról, de a garantáltan nem szeretnél lemaradni semmiről, háttérben egy kis ASMR, nylon csörgés, meg minden, akkor mindenféleképpen gyere vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan, addig is, szevasztok!